Vezetőszáron vitték a rendőrök a néhány nappal ezelőtt elfogott drogdillert a szekszárdi járásbíróságra. A férfiról régóta gyanították már a hatóság munkatársai, hogy kábítószer tárul Bonyhádon és környékén, ezért tartottak nála házkutatást, ami során beigazolódott a gyanújuk. Egy 37 éves bonyhádi férfit vettek őrizetbe kollégáim 2019. március 21-én a délutáni órákban, mert megalapozott gyanú volt arra vonatkozóan, hogy a férfi otthonában, illetve Bonyhádon és környékén kábítószert árusít. A házkutatás során kollégáim számos alufóliapakba csomagolt zöld növényi törmeléket találtak, amelyről az első gyors teszt, illetve a későbbiekben az igazságügyi szakértő is megállapította, hogy kábítószer. Vagyis a bonyhádi férfi marihuánát kínált eladásra, a hatóság munkatársai a helyszínen megtalálták a drog kiporciózásához szükséges eszközöket, mérleget és a valószínűleg kábítószer árulásából származó több mint 16 ezer forintnyi készpénzt is. A rendőrök a férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették. 2019. március 22-én pedig a szekszárdi járásbíróság a férfit letartóztatásba helyezte. Az ügyben a további eljárás kábítószerkereskedelem büntette miatt a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le. A 37 éves férfi 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.